Sziasztok, Levente vagyok, itt a hétvége, és ezért jön a Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine kiegészítőjének a folytatása. Lássuk. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. The Elven Sage decided to erode the King of the Hunt's support in his own realm. With Geralt in tow, he ventured through other worlds to the city of Tirnalia. There they found Közben elmondom, hogy múlt héten ott hagytuk abba a történetet, hogy nagyvonalban elmondom igazából a főküldetés szálba, nem folytam bele, hanem folytattam a mellékküldetések sorozatát, illetve a térképen történő keresgélést. Sajnos technikai problémákba ütköztünk, és ezért kifagyott a gép. Viszont ezt a részt már láttuk, aki nem látta, az nyugodtan nézze meg. Az előző rész megtekintésében megtaláljátok a csatornámon, és vissza tudjátok nézni. Ez a küldetés az arról szólt, hogy egy levelet kaptunk Yennefertől, miszerint volt itt valahol egy emberke, egy tudós, egy alkimista, aki Witcher mutagénekkel kísérletezett, és ajánlotta, hogy nézzünk utána, hát egy kicsit tudunk ebből a dologból nyerni. Így tettünk. Kiderült, hogy az alkimista a saját fiának, aki Witcher volt, illetve Witcher-i alakult át, annak a feljegyzését, illetve a laborját találtuk meg, és a lényeg az, hogy megpróbálta visszaalakítani a fiát emberré, Witcherből, és ez sajnos nem sikerült. Ehelyett megerősítette benne a Witcher mutagéneket, illetve a jelekhez kapcsolatos dolgait. Úgyhogy összeszedtük mi is a kellő alapanyagokat a kísérlethez, amit ő megcsinált a saját fián, és megerősítette őt. És ezt megcsináltuk magunkon is. Ezáltal kaptunk a karakterlapon egy teljesen új mutáció fület, amit múltkor már elmagyaráztam, nagy vonalakban most is elmondom, hogy ez egy teljesen új fejlesztési ág. A Witcher 3-ban ez egy nagyon nagy újdonság szerintem, ahol tovább fejleszthetjük konkrétan a tulajdonságainkat, azokat, amikkel harcolhatunk, illetve most például ugyebár a macska szemet tudjuk erősíteni. Na most ugyebár elindulhatunk három irányban, mérgező vér, halálos ellencsapás, illetve mágikus érzékenység. Én múltkor is a mágikus érzékenységet választottam ki. Számomra közelebb áll, én nagyon sokszor használom az Igni varázslatot magába a Witcher játékban. Nagyon sok ellenségre hat az Igni, ugyebár a tűz varázslás, úgyhogy én ezt szoktam előnyben részesíteni. Ahogy látjátok, van pár megerősített szinopszisunk, stb. Szóval, így állunk, ahogy állunk. Visszavesszük a csóda ruhánkat. Miért akartam én ezt felvenni, mindegy. Aki nem volt itt múltkor is, és nem talál, vagy nem látta, hogy mi történt, igazából nagyjából gyorsan elmondom, hogy 41-es szintű Witcher vagyok. A Vipera iskolának a teljes felszerelésében. Egy elég jó szett, és mondhatjuk úgy, hogy mérgezés ellenállása nagyon-nagyon jó. Jelenleg 85 óra játékidőm van a játékban, ez a alapjáték, illetve a Hearts of the Stone kiegészítő is beletartozik. A Hearts of the Stone-nak a végét megtaláljátok a csatornámon. Ha igény van rá, akkor nagyon szívesen újra kezdem, illetve neki kezdek a játéknak, hogyha erre van igény. Egyelőre engem nagyon érdekel ez a Blood and Wine kiegészítő. Nem játszottam még vele, tehát nem játszottam végig még ezt a kiegészítőt. Aki nem tudja, annak megmutatom, hogy
nehézségi szint az egyel van visszább a legmagasabbtól. Úgyhogy így próbálom meg kijátszani a játékot, úgyhogy ha vannak problémáim, akkor nem csak emiatt, nyilván az én bénaságom is lehet a dolog. Szóval küldetések, másodlagos küldetéseknél. Ugyebár múltkor már elmondtam, de ezért most is elmondom, hogy a mai napi tervezet az, hogy körülbelül eddig a szintig, tehát a 40-41-es szintig másodlagos küldetéseket, a Blood and Wine másodlagos küldetéseit elvinni, hogy ne legyünk túl fejlettek ehhez a mellékküldetésekhez. Úgyhogy ez a terv mai napra. Ki kell nyitni ezt az ajtót, mivel mágikus cellákat a jelekkel tudjuk kinyitni, ez esetben az Ard jellel nyitottam ki. Hoho! És kijutottunk vissza a felszín környékére. Kaptunk pár tapasztalati pontot, igazából nekünk ez jó volt, hiszen csak erősebbek lettünk. Ami nem meg erősebbé, ez Witcher játékokban főleg igaz, mert tapasztalatot kapunk érte. Na szóval, pár valami, ez csak növény, semmi extra, egy folytódidért közeledik felénk, megpróbáljuk megölni. Persze, ha sikerül. Nem értem, miért nem fasz. Most nem tehetem meg ezt. Ó, nagyon örül. Ja. Hát igen, a Witcher 3-nál elég érdekesen oldották meg a víz alatti harc dolgot. Igazából csak nyílpuskával lehet víz alatt harcolni, és nagy általánosságban ilyen... nagy általánosságban egy-két lövés is, és meghalnak. Na szóval, megcsináltuk ezt a másodlagos küldetést. Egyből visszavisz, hogy menjünk a főküldetés szára. Mi még nem akarunk menni a főküldetés szára. Másodlagos küldetések közül körülnézünk, hogy mi lehet, ami a szintünk köz. Ez a komoly tétek, illetve tomboló ököl, stb. Ezeket mondjuk nem néztem meg. A lényeg az, hogy a Gwintes kártyajátékokban én személyem szerint nem vagyok a legjobb, ezért nem is erőltettem annyira ezeket a mellékküldetéseket, illetve ezt a verekedős tombolóököl dolgot nem igazán szoktam megcsinálni, engem annyira nem hoz lázba, hogy látjátok, egy csomó ilyen egyedi lap, stb. Igazából itt van egy csomó, például ez a küldetés, ami pontosan ide visz. Jó, nem baj, nincs ez a probléma. Na most, ugyebár látjátok a kérdőjelek, elmondtam múltkor is, hogy a kérdőjelek ugyebár általában vagy egy erőhelyet, vagy pedig egy kisebb mellékküldetést, vagy egy szörny által védett kincset, egy ilyen falánkságokat tartalmaz. A hirdető táblákon ez a két darab sárga hirdető tábla van, itt pedig mellékküldetéseket szerezhetünk. Úgyhogy én egyelőre úgy döntök, hogy elmegyünk megnézzük szerintem ezt az egy kérdőjelet, illetve ezt, és onnan át fogunk valószínűleg remélem, hogy jutni oda. Fölveszek ezt a két hirdető táblát, és akkor utána nekikezdünk a mellékküldetéseknek. Mellékküldetések tömkelegének. Szóval... lássuk, hogy is állunk. Aki nem volt itt múltkor, megmutatom, hogy mekkora térképről is van szó. Ez a Blood and Wine kiegészítőnek az egyedi térképe. Én azt mondom, hogy viszonylag nagy, nincs vele probléma. Nem mondom, hogy el lehet benne veszni, de összességében véve tényleg az ember el tud tölteni benne. Én jelenleg kiegészítővel szerintem ilyen bő 6 órát játszottam már. Hogy nagyon a főküldetésben nem folytam bele, elkezdtem a főküldetést, hiszen ugyebár az kellett, hogy ide jöjjünk, de nem folytam bele a dologba annyira, úgyhogy
úgyhogy jelenleg csak a mellékküldetéseket csinálom, illetve próbálom megcsinálni. Szóval akkor megyünk a kérdőjelhez. Ha fel tudunk menni. Boralkuszi megbízás. Na szóval ezek a boralkuszi megbízások, ilyenben volt részünk egy-kettő-háromban, ezek általánosságban arról szólnak, hogy fölbérelnek minket egy kisebb Witcher feladatra, hogy a borpincért kitakarítsuk igazából. Well there, sir. I guess those swords on your back aren't there as festoons. Maybe you could help me. Maybe. Depends. Well, there's a cave that to my mind would be splendid for aging wine. Not over dry and none too moist. Na szóval, visszatérve, hogyha valakinek valami kérdés van a játékról, nyugodtan írjátok. Amit kiírtam, az első 5 feliratkozómat garantáltan 5 Steam kulcsot fog kapni, random Steam kulcsról van szó. Úgyhogy nyugodtan iratkozzatok föl. Ha kérdésetek van, vagy a stream nem tökéletes, akkor szóljatok nyugodtan. Megteszek bármit az ügyétek, megteszek bármit, hogy jó legyen. Alkudunk egy kicsit. Nem látjátok, 3 monitoron játszok is, ezt tegnap is, múltkor is elmondtam. 3 monitoron játszok, ezért, hogyha az alkudásra megyek rá, akkor kidobja a bal oldali monitorra. Jelenleg 200 koronát kapok ezért a küldetésért. Megpróbál 220-at kérni érte, és úgy néz ki, hogy el is fogadta. Úgyhogy... I'll have a look in the cave, see what lurks there. Megyünk is körülnézni a barlangban. Végez grottóval. Grottóban megtelepedett, nem, szörnyekkel. Boralkusz megbízás. Na szóval, nézzük is. Nézzük, mit találunk itt. Tantan. Mint láttatok, az egyik támadás ez a ránk köpött valamit. Ez teljes mértékben hatástalan volt, hiszen a páncélunk teljes mértékben méreg ellenálló. Tehát mondhatni, hogy egész jó. És felvettünk valamit. Valami tünde. Tünde köszörülkő tárgykészítéshez tartozó dolog. Hát jó. Szóval... körülnézünk, ha már megöltük a szörnyikét. Illetve úgy nézem, hogy csak az egyiket, mert itt egy másik is. Magunkra rakjuk. Mint látjátok, bekékült a karakter a szörnyékének, ugyebár ez a kardunknak a hatása. Én ezt múltkor elmondtam, hogy ugyebár a Witcher felszerelést én jelenleg még mindig a rúnaköves megoldásban hiszek. A Hearts of the Stone-ban van egy teljesen új rész, az az igazság, hogy még nem próbáltam ki, viszont tervezem. Ezt úgy terveztem, hogy majd mikor meg lesz az utolsó set ruha is, amit ebben a mellékküldetésben kapunk meg, egy loot, amit ebben a mellékküldetések ennek a Blood and Wine kiegészítőnek a mellékküldetéseik között van egy olyan mellékküldetés, amivel ami arról szól, hogy
ugyebár Witcher, remek mű Witcher ruhákat tudunk megkeresni. És ha azokat a ruhákat összeszedjük, akkor ha szedbe használjuk őket, akkor ugyebár több bónuszt tudnak nekünk adni. Azokat a szetteket valószínűleg meg fogom csinálni. Megpróbálom úgy, hogy igazából mindegyiket megcsinálni. És miután ezeket megcsináltam, valószínűleg, hogy ezek közül fogok párat úgy megcsinálni, hogy a Hearts of the Stone kiegészítőjében használt úramesternek az extraival telepakolni. Illetve megpróbálom, hogy az hogy is működik, mert azon igazság, hogy még nem próbáltam ki. Mellékültésként megcsináltam azt is, viszont nem találtam olyan ruhát, amire azt mondanám, hogy na most akkor én azt teljes mértékben örök idő, meg egy napra fel tudom venni és használni. Szóval vigyálunk. Na szóval leadjuk a küldetést. Persze, mindent kitisztítottunk. Elintéztünk. Így van, nem vagyunk ingyen élve, goods. 42-es szintű vagyok. Mennyi ételünk van? Ó, van egy radli, nem baj, az vásárolunk. Élelem sajt. Jó. Szóval 42-es szintű vagyok. Elmentjük, amint engedi. Jó. Ez a 42-es szint annyiból jó, hogy na én majd valószínűleg elindulok ebbe az irányba valószínűleg, amit látom, körbe lehet haladni egyébként egy ágon is, nyilván több idő. Valószínűleg ezt a csontig hatoló hideget fogom használni, kifejleszteni. Ez jó. Egyszer megdermesztett és a földre döntött ellenfelek azonnal életüket vesztik. 3260 sebzés szenvednek. Ó, az nem rossz. Azt kifejlesztjük, aztán meglátjuk, hogy merre fogunk menni. Érdekes. Nekem kifejezetten tetszik ez az új ágazat, bár egy kicsit furcsán hatott, hogy egy teljesen új, úgymondván karaktert lapot fognak kihozni, vagy karakterfejlesztés. Megyünk tovább a kérdőjelekre, illetve egy kicsit pihenünk, megpihenünk és feltöltjük ezzel mindenünket, ami elfogyott. Ugyebár a Witcher 3-ba úgy tudunk feltölteni, illetve kikeverni alkímiai dolgokat, ahogy egy órára vagy akár mennyire meditálunk, úgymond meditáció, és az alatt úgymond újra kikeveri magának az alapanyagokból a főzetet, az adott főzetet, az adott dolgot, amit olajt, illetve amit használni szeretnénk. Vagy amit használunk, ugyebár a fecskét, például az életre. Úgyhogy ezért kellett egy kicsit megpihenni, úgymond van. Új ez. Na jó. Scholars pitched camp here. Should look around. Kincsvadászat, nagymesteri farkasiskola. Hát jó. Körülnézek. Ugyebár erről beszéltem, hogy itt vannak a küldetések, illetve ott itt van az a rész, hogy ugyebár a nagymesteri ruhát meg lehet szerezni. Nyilván ez csak az elinduló küldetés része, mint például itt van ez a levél, amit találtunk. They were scholars. Should have guessed the passages inside were blocked for a reason. Good thing they didn't try to go in there without a witcher. No.
Azt majd megcsináljuk. Oho, de jó, ott egy kazamata. Szóval lényeg az elsősorban még mindig a kérdőjel. Ezekre utalok, utazok. Itt vannak pókicák. Vagy valami hasonló. Őrzött kincs, itt látjátok, ez a kérdőjel, hogy őrzött kincs, amiket szörnyek védenek. Ezek a fléderek egyébiránt, ahogy látszónak benne ilyen denevérszerű valamit, igazából ilyen vámpírok. Vámpíroknak egy ilyen elfajzottabb fajtája, emlékszem. Na. Ajjaj, de mellé néztem. Ah. Na mindjárt elolvasok hozzájuk tartozó bestiáriumot. Először is kilútoljuk, tehát vámpírfélék szerintem ők. Professzor naplója. Ez a mutagén transzmutátorokat vettem már fel a párat, viszont... Viszont még nem használtam semmit, se valószínűleg, hogy egy alkimistához kellene elmennem és körülnézni. Viszont még odáig nem jutottam el. Üdvözlök minden újat! Hello, szia! Szóval, visszatérve, megyünk tovább a kérdőjelekhez, körülnézünk. Megnézzük, hogy mi a helyzet itt, illetve ugyebár a Witcher felszerelést is meglessük. Hát, ha megtaláljuk, valószínűleg, hogy az első darabját meg fogjuk találni, és valószínűsíthető, hogy egy erőhely lesz az új útjelző. Ennek nagyon örülünk. Magic. A place of power. Na szóval, itt vagyunk bent. Na, aki nem tudja, az erőhelyek. Az erőhelyek ugyebár egy adott jelnek az erősségét teszik lehetővé, amit látjátok, illetve hogyha hosszan nyomjuk, akkor kihasználjuk és kapunk egy képességpontot is.
Így látjátok, hogy elérhető ponton már kettőre ugrott, de még gyűjtünk egyet, a harmadikat ehhez a csontig hatoló hideghez. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi meg tudjuk-e oldani ezt a dolgot. Jó. Tehát akkor ez a kérdőjel megvan. Megyünk tovább a... Ezt a mellékküldetést elkezdjük, hiszen ha már itt vagyunk, és itt van ez a elvileg a nagymesteri farkasiskola felszerelés, ezt megnézzük, utána pedig megyünk tovább a kérdőjelhez, majd pedig megint kérdőjel és mellékküldetés tábla, utána pedig elkezdjük a komolyabb, nagyobb mellékküldetéseket csinálni, hogy egy kicsit utolérjük magunkat mellékküldetésekbe, majd pedig a főküldetés szállat is elkezdjük, ahogy akkor látni fogjátok, hogy akkor mi is áll, hogyan is áll a játék, merre tartunk. Ha kérdésetek van, nyugodtan kérdezzetek, igyekszem válaszolni. Valami rubintot kellett ide rakni, vörös rubintot. Így van. Nincsen, mégis visszatér. Hoppá. Aha. Úgy néz ki, hogy vár valami. Valami meglepetés biztos, hogy várni fog minket. Meglátjuk, hogy micsoda. De készen állunk a harcra. That's better. Vagy a kudarcra. The bodies. Seems they were running for the exit. Bargins. Jó, hát... zárva van. Elfejtettem megnyitni a bestiáriumot, a felkérem, nem lesz meg, most elkérek. Jó. Bargesztek ellen mi is jó. Megnézzük gyorsan, hogy miket is írtottunk ki az előbb. Vámpír félék közül flédereket találkoztunk. Fekete vér főzet hasznos ellenük, illetve a vámpír olaj. És ez a garkainok. Vámpír olaj. Jó. Elvileg a bargeszek a megátkozottaknál vannak, úgy látom, hogy ebbe a dungeonbe viszonylag sok van. Megnézzük, hogy már átléptem. Rovarfélék. Itt van bargesz. Axival, illetve a Irden jellel, és a kísértett olaj hasznos ellenük. Meg is nézzük, hogy tudok-e csinálni kísértett olajat, ha egyáltalán van. Kísértet oda lehet csinálni. Jó. Nem baj. Valószínűleg így is el tudunk velük bánni. Nem hiszem, hogy olyan komolyabb problémát okozna. De majd kiderül. Egy kis fejfájást okozom. Ha. Jó, ez kellemes meglepő.
meglepetésként David. Gyere elő. Na. Na, úgy néz ki, hogy az egyik kardunk javításra szorul, úgyhogy... 49%! Oh-ho. Na. Föl is újítottuk. Vigyázzunk kell a felszerelésünkre, úgyhogy az életünk. Haha. Nagy. Ellenfél. Sok ilyet. És sok szintlépést. Na, úgy néz ki, az idéncik is bejöttek a dologba. Vagytok, de nem vagytok elegyőt. Na, még valaki? Na. Most vagy soha. Úgy néz ki, nem jönnek többen. Övegnél. Bocsánat, hogyha elolvasom, nagyon, elolvasom a leveleket általánosságban, én szeretem jobban átnézni, megérteni a Witcher történetét. The Witcher brought the ceiling down to bury his foes, ended up burying himself too. Na, úgy néz ki, hogy meg is találtam a három nagymesteri farkasezüst kardot találtam, farkaskesztyűt, és nem tudom még mi volt a harmadik. Szóval úgy néz ki, hogy ezt meg is találtuk, ezt a dolgot, viszont úgy nézem, hogy még lehet, hogy az összes többit is megtalálom. Meglátjuk. Kiderül, vagy bevonul. Meghalt. Satchel looks like it belonged to a Witcher. Na. Hú. Meg is találtuk az összes felszerelést, amit kellett volna, ez érdekes. Mert általában jobban el szokott rejtve lenni, illetve egy kicsit többet szoktak hagyni nekünk. Úgymond van ilyen ódom tünde. Vissza is tértük.
Hát jó. Úgy néz ki, hogy... az idejét ez megkerült minket. Jó. Hát, néz ki, hogy akkor ez meg is van. Megcsináltuk ezt a Witcher mellékküldetést, ugyebár amivel a farkasiskolának a ruháit, illetve a szettet megkapjuk. Ez egy jó dolog. Viszont egyenlőre még nem utazunk rá a dologra, meglátjuk mennyire. Megyünk tovább, megnézzük ezt a kérdőjelet, majd pedig felmegyünk ide, és onnan fogunk visszahajókázni arra a kérdőjelre. Merész voltam, nagyot ugrottam. Szóval... így áll a dolog. Ha van kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel. Szegény ég. Ó! Mi történt? Azt nagyon benéztem valamit. Valaki nagyon oldalt suhintott. Ez kellemesen érintett. Igazából nem. Még érteni sem értem, hogy hogy történhetett ez a dolog. Na nem baj. Ah, ő volt az. Ah, az a baltás volt a hibás. Tudtam én. A bunkója. Szóval ez a kérdője, ez a banditák tábora volt, ahol általában egy ilyen jobb ládika, illetve annál hullánál lehet, hogy egy ilyen enyhe mellékküldetés található. Hát, általában alapanyagok. Hú. De úgy nézem, hogy találtunk egy-két professzor naplóját. Sült emberkéknek. Kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl. Halpást ítom most bagett. Adjunktus feljegyzései. Bár itt ezek a napló bejegyzések, ezek nagyon jól megírtak, én legalábbis nagyon úgy érzem, hogy ezek annyira jól meg lettek írva. Hogy mindegyik, amit találunk, akiket találunk a környékben, ezek annyira jól átgondolt szálak, annyira jól át vannak gondolva, hogy na ki ment, hova ment, miért ment, mit csinált. És akkor nagyjából ezek így le is vannak írva ezekbe a könyvekben. El lehet olvasni, ugyebár, és akkor látjuk a dolgokat. Szóval, jó, megcsináltak akkor ezt a kis részt. Itt van mondjuk egy kérdője, kihagytuk, de még úgyis van egy olyan érzésem, hogy vissza fogunk jönni. Úgyhogy megyünk tovább a hirdető táblához, és meglátjuk, hogy milyen mellékküldetéseket ad jövőre való tekintettel. Hívjuk a kedvenc lovunkat, néha szeret mindenféle bagos dolgot csinálni. Gondolom mindenki látott már olyan képeket, ahol nem is tudom, háztetőn van, vagy akármin ilyen ki
kisebb, apró cseprő problémák szoktak lenni vele, viszont... Viszont összességében véve játék tekintetében én legalábbis azt mondom, hogy a Witcher 3 bőven-bőven megérdemelte azt, amit kapott. A számtalan szó sok... számtalan sok díjat. Közben itt el is érkeztünk egy kérdőjelhez, amit még nem tudunk, mert ugye nem vettük fel a hirdetőtáblán a kérdőjel. Viszont egy elhagyott település, ahol néz ki, hogy bandit elkörzik. Ha ezeket megöljük, akkor így már visszajön ide az a, az a pár ember, aki innen elköltözött. Úgyhogy meg is tesszük gyorsan, frissen. Ha az íjász nem zavarna folyamatosan közben, ez valahogy kicsit irritál. De elég. Gyere, itt akarod. Jó. Szóval megöltük ugyebár az elhagyott településen lévő banditákat, és akkor most meg tudjuk várni azt, hogy visszajönnek az emberkék. Parancsok, ugyebár úgy van megcsinálva a Blood and Wine kiegészítő, hogy ezek a banditák, ezek egy brigádhoz tartoznak, és a brigádnak a főnökére is van egy mellékküldetés, hogy meg kell ölnünk. Voltam már arra, előző gameplayemben látjátok is, viszont hát nem sült ki túl jól a dolog. Bence Kovács, az ide jövünk is. I suppose. Na szóval az áruját akartam igazából megnézni. Ezeket el szoktam lépegetni, mert a legtöbbször csak ugye azokat a szövegeket mondja. Elég pénzesek egyébként itt a páncélkovácsok. Úgyhogy... Úgyhogy hála az égnek. El tudom adni a sok fölösleges holmit, amiket nem használok, hiszen sokkal rosszabbak, mint amilyennek jelenleg nekem vannak, úgyhogy ezeket el tudom adozgatni. Ez jobb lenne, de még elég sok szín kell hozzá, hogy tudjam használni. Páncél se igazán nem hiszem, hogy annyira tudnám hasznosítani. Kifosztottuk, annyira nem. Jó, megjavítjuk a ruháinkat, amiket... Gotta go. Jó. Ez is megvan. Kezdek be átkajálni. That's it, Roach. Oh. Thank you.
Na nézzük. Tetőjavítás. De mindenki csak egy helyben. Tehéz volt le az égben az éjszaka. Na. Ugyebár itt kaptunk egy csomó új jelzőt. Megkaptuk ugyebár ezeket a... amik fontosak, ugyebár amik konkrét mellékküldetést adnak számunkra. Amiket megkaptuk. És ugyebár itt van, hogy például itt lett egy kérdőjel, ugyebár itt is lett volna, csak azt megcsináltuk. Illetve itt lett egy plusz kérdőjel. Ott lett egy kérdőjel. Jó. Áthajózunk. Nem is biztos, hogy áthajózunk egyenlőre oda. Valószínűleg inkább elmegyünk ide. Felveszek itt is a hirdető táblában a dolgokat. Előtte elmegyünk ezt a kérdőjel, hiszen ez úgyis módba esik. Megcsináljuk. Mennyiből a marha? Nagyon jó. Collapsed building. Foundations probably caved in. Literally undermined. Szó szerint alá vannak fáradnak nézve. Itt vajon mi lehet? Aha, kérdőjel itt van alattunk, úgyhogy szó szerint alá vannak nézve, be kell menni a házba. Gondolom, és az levezet valahova. Aha. Küldetés frissítve. Nincs vadászat. Medveiskola. Aha, tehát akkor itt a medveiskola. Tehát ahogy látjátok, még itt nem is csinálja az ember a küldetéseket, a mellék küldetéseket. Azért rendesen elvisz oda, ahol dolgokat lehet csinálni, és ha az ember csak így megy vaktába, és csak kalandozik, akkor is nagyon sok mindent megtalálhat, illetve útjába esnek a dolgok. No. Hoppá. Három meg is van, Tufó naplója. Aha, egy Witcher. Tehát úgy néz ki, hogy bár a hitetőtáblán felvett tufói megbízása egy Witcher jelentkezett. Már elég régen. Más fogoknak kérni a címünket. Beast the Witcher was hunting. Doesn't seem like he killed it. Gotta keep my eyes peeled. A medve páncél pont jó, mivel hogy azt használtam a Vipera előtt, és azt lehet, hogy viselni is fogom. Fávatol. Nem így. Új jelző, őrzött kincs. Tehát amit a kérdőjel jelzett, az egy őrzött kincs, amit valószínűleg az a szörnyvéd, amit a Witcherünk megölt. Meg a Witcherünket megölt. Ezzel nem volt őrzött. Hogy legyen ezt kellett volna. Ha nem lesz.
őket. És akkor... Percsípet, hivatalnak, akkor aranypénz. Jó. Tehát akkor ezt is megtaláltuk, illetve a kérdőjelet megcsináltuk elsősorban. A medveiskolának küldetése pedig, ahogy mondtam, tovább visz minket. Egyelőre mi elindulunk, felveszik a hirdető táblát, és aztán elvileg úgy állunk, hogy a Blood and Wine kiegészítő térképéről az összes hirdető táblát felvettük, tehát elvileg az összes olyan mellékküldetést tudjuk, ami nagyobb XP-t ad, illetve több mindent tud nyújtani számunkra, úgyhogy valószínűleg belegyújtunk, biztos, és útközben a kérdőjeleket tovább mutatjuk, megcsináljuk, megnézzük, megkeressük, kiiktatjuk. Hát itt úgy néz ki, hogy kicsit kiürült ez a település. Volt, ha neki támadunk, akkor a tüskével sebez ránk, úgyhogy az axival kell visszanyugtatni, és akkor el is tűnnek, hogy bár ezek a tüskéi, és könnyebben el lehet vele bánni. Might know something more. Oh, helyek, hozzanak a helyek. Hát jó, nézzük a hirdető lovagi portja. Kereskedők, vigyázzatok! Ezek az ilyen vigyázatok, meg ez történt, az történt, ezek mind ilyen kérdőjelek, illetve felderített helyszínek. Úgy ennyi is. Szóval, ha jól látom, akkor megvan minden hirdetőtábla. Van egy csomó kérdőjel, egyébként ott van Hansa főhadi szállása, ott egy nagy rakás kérdőjel. Terítettünk még fel. Itt is van egy nagy rakás kérdőjel. Hát jó. Na. Egyenlőre. Itt vannak Witcher megbízások. Ugyebár Witcher megbízásokkal szörnyeket kell lőnünk feladatra. Egyenlőre ezeket még hagyom. Viszont
van itt pár nagyon-nagyon szürke, hogy már látjátok a színkülönbséget, aki nem játszott még a Witcher 3 magyar, nem látjátok a színkülönbséget, hogy a bizonyos küldetéseknél szürke, vagy fehér, vagy pedig akár nem is itt, hanem Witcher megbízásoknál, hogy sárga. Nyilván ez attól függ, hogy hanyas szintű, vagy annyival nehézséget okoz. És akkor látjátok, hogy a szürkét azt már jó lenne megcsinálni. Így jelzi a gép, hogy na, vagy a játék, hogy na, akkor gyerekek, meg kéne csinálni ezt a küldetést. Úgyhogy neki is kezdünk a 36-os, még a halál el nem választ küldetésnek. Ami Charles Lanzanót kell, fénynyelkos facipőben megkeresni. Akkor ez a küldetésünk, ami itt van bent a városban. Úgyhogy oda fogunk visszamenni, megnézzük ezt a kérdőjelet, és akkor utána neki megyünk. Na most viszont ki van, mi van itt? Van itt valaki? Senki? Mindenki csöndben van? Egy csomó dobozka, nagymesteri inasok, páncéljavító készlete. Jó. Azok sose jönnek rosszul. Ja, hogy ott vannak a többiek. Aha. Tehát lehet, hogy itt is van valami mellékküldetés. Aha. Mindjárt körülnézünk. I'm going to save him, Hans! What's your story? Huh? What? Butchoff! I'm working here! Well, out with it. Hát, úgy néz ki, hogy a lakosok nem igazán kommunikálnak velünk. Ja, hogy ott lent is vannak. Ohó! És itt van egy kérdő. Közben egy alkimistához majd el kell menni. Eláztatott levél. Na. Keresd meg a temetőben elrejtett kincset. Megnézzük, hogy mit rejt ez a kincs. Bár nem hiszem, hogy sok mindent fog adni. Mi volt ez a levél? Az a baj, hogy ez az. Ez.
valami Selinát kell keresnünk, vagy... Kinyitottuk a kulcsa, de bár itt van 250 korona, ez is. Csak kilútoljuk az összes sírt. Szóval azt mondta, hogy a napjuk tej kéne várni. Vagy nem. Itt sikoltozik valami. Vagy nem. Hát akkor visszamegyünk, körülnézünk. Kellemesek ezek a hangok. Erről jöttünk. Vörös zöld utogén. Thank you.
suspiciously loud for a cemetery at night. Aha. Ez meg a még a halál ellen választ küldetés. Na. Bocsánatot kérek, kaptam egy random crash-t. Szóval kidobott a játék. De már úgy vagyok. Geralt had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic. So Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. The Elven Sage decided to erode the King of the Hunt's support in his own realm. With Geralt in tow, he ventured through other worlds to the city of Tir na Liath. There they found Aradin's viceroy, Gels. Gels had been a loyal subject of the Alderfolk's previous king. When he learned Aradin was a regicide, he agreed to help defeat the usurper. Nos, vissza is tértünk a játéktól. Nem értem, hogy ez kincsvadászathoz tartozik. Ja igen, mert izé... De ahogy nézem, a másik küldetés is ide fog vezetni. Mindegy, elmegyünk, fölveszek, aztán meglátjuk, hogy... Mi is történik? Suspiciously loud for a cemetery at night. Strange. Can't hear anything now. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. Aha. Tehát mindegy, elmegyünk vele, beszélgetünk egy sort. Szépen kiugrottam. Térj vissza a temetőbe, énekébe éljél. Keresd meg ezt a zajforrás, de jó. Össze-vissza dobálja be a küldetet. What's this about? Ah, the notice. Is that it? Are you a witch or master? Noises at the cemetery. You the one they bother? Yes, yes. And I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps, though all must hear the racket. I took the matter up with the Ducal Guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Mit fizet a munkáért? How much will I get for this? How much would you like? Mennyit szeretnénk? Oh, 50 és 70 között választhatunk. 53. Agreed. Rendszeresek az ajok? The noises, they pretty regular? Mondom csak ezt. Each night, I live next door. I hear it loud and clear. Bocsánat. As if through a horn, someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Fick! And then, whack! Thud! As if a mother bear slammed pate first into a cupboard. Know exactly what you mean. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster?
could be, but doesn't need to, though. Might also be grave robbers, tramps, remains to be seen. I can't rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, Master. Gerard, Mester. Majd mi segít. Na. Tér vissza a temetőbe, megbeszéltük, kicsit javítunk a pénzen. Here in Beauclair, all's right and fair. No, not afraid of the vessel. Tér vissza a temetőbe. Ez kicsit furcsa, hogy összeadunk bár. Ja, a küldetés. Részeket. Na. Ének éjjel így. Nem tudsz, hogy most nem tehetem, hogy... Egy. So, noise is coming from here. Bezám. És itt erős a... Strange. Doesn't look anything like a grave hag's lair either. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. Louis de Corentin. Died on the day of Saint Zoetham's remembrance. Noises started right around then. Pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Margot de Corentin. Smashed, as if someone threw it against the wall. No sign of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Noises clearly coming from that tomb. Impossible. Ide jön a hang. Something's not right. Need to hide, see how things play out. El kell bújni. Bevárakozunk itt. Jól elbújtunk, mondhat. You'd rather lie about all day. Flipping those cards like some dwarf. Disgusting. Indeed. It's far better to stand at the door of Lepioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk. Ingrid, I prayed for you, that you'd cast off the yoke of gambling. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. And you? Why are you here? This is a private conversation. Kit mindenki mindenkit hall. Mind keeping it down? Neighbors are complaining. Neighbors? Everyone here is dead. I know not your name, but you must help me. I refuse to spend eternity at the side of this heathen. Remove him from my crypt at once. Slow down. What's the problem? This is my crypt. And this saintly shrew harangues me even in death. An eternity of nagging. The misery. I was blind and a fool to marry him. He's a slave to the cards, prepared to wager his own child on a round of Gwent. Csak ne kelljen Gwyntet játszanom ellene. How many times must I explain? And who sank our fortune into some silly statue of Lepioda? Piety. That was my course. The prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and betting. How was I to know it was all a fraud? Because I warned you some 500 times! Quiet! Shut up, both of you! A
Hát, kérdezik meg hát, ha ez az út. Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine. My family's. The Decorantans. Are you illiterate? True. But my dowry served to repurchase it from those you owed. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Need to move one of you out. Yes. Take him. Please, do so. And I shall tell you where I hid his lucky Gwent cards. What? I knew it was you. And now you would evict me from my crypt. Set and pay for the deed with my cards. Blast it all! Had I those fairy cards at the tournament in Belhaven, I'd still be alive. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book thumping wench. Mind, I know well where she hid those cards. I'll tell you myself as soon as you've removed her. Need to think about it. All right, gotta move one of them out. Thus spake the prophet. Hát, én a Louis-t akar. After which he promptly added, for you shall have none left for me. Heretic, shut your mouth. I shall speak to you. Persze. Mindig az F-et nyomom, miért is, ne? Mindegy. I see you fell for that pious tart's dribble. Drats! Ah, well, then listen. I've a request. Be a good fellow and set me in the chamber of the Gwent Friendship Society of Beauclair. It's just round the corner. You a member? That's just it. I was not. But I would have dearly liked to have been. And joining them in death shouldn't bother anyone. Certainly doesn't bother me. I'll do it. Where's this chamber? Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right, near the corridor's mouth, and I thank you. Még így bemutatott neki a végén. Kedves volt. És jó fej. Deeper in the catacombs. Right, let's go. That's all right. Wind barát. Private chamber. The right honorable members of the Gwent Friendship Society of Beauclair. This is it. Oh, itt van még egy adag sírrabló. You'll not find work here. Not paying work. You gents also looking for that Gwent club? What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cap-diddler, lads! Ki gondolta volna? I only had a crown for every time a bunch like this. Stench. Eek. That oughta do. Oda a Gwenthez.
Hát megnézzük, hogy jól döntöttünk-e. Through the Cooper's Gate, then via right. Our house is easily recognized. A tree adorns the sign above the door. I buried the chest in the garden, beneath the rose bush. Tree on a sign, rose bush. Think I got it. Might I ask what you did with Louis? True, he knew nothing in life but Gwent, but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or a privy. Don't worry about it. Found him a nice place. Ought to feel right at home. Farewell. Meg is van ez is. Viszont, bocsánat, egy kicsit megnézem ezt a... Úgy néz ki, hogy nem. Még mindig itt van ez a temetőben elrejtett kincses dolog. És nem tudom, hogy miért, mivel ezt felvettük, és hát én átnéztem ezt az egész vacakot. És nem igazán tudom, hogy mit kéne itt. Bocska! Hoppá! Kifeküdt a cica. A macska újra élt. Mindegy, ezt egyenre felejtsük el. Először is felveszük a jutalmunkat a kocsmában lévő embertől, azt a kemény 55 aranykoronát. Had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. Visszatértem, bocsánat ezért a kis apró malőrét. Nagy igazság az, hogy sajnos probléma, hogy néz ki a gépemmel.
lehet valószínűleg a overclocking miatt is. Na most aki ismer, azt tudja, hogy én milyen ember vagyok, aki nem annak bemutatkoznék, hogy általánosságban szeretem kihozni mindenben a maximumot. Ez számítást erre is érvényes, úgyhogy sokszor a határait feszegetem a gépeknek, nyilván tönkre nem teszek semmit, viszont saját részre jobban. Saját részre sokkal jobban össze szoktam magamnak úgy rakni, hogy na most akkor kihozni belőle a maximumot, úgyhogy saját gépemmel is ez a helyzet. Úgyhogy valószínűleg, hogy emiatt valami nem tetszik a Witcher 3, amúgy is ennyiből egy kicsit olyan játék lett, ami nem annyira szereti ezeket a dolgokat, az ilyen tuningolásos dolgokat. Úgyhogy valószínűleg ez a probléma, hogy a processzor magom egy kicsit túl van húzva. Ezeket már meghallgattuk ezt a beszélgetést, úgyhogy át is ugrottam. Úgyhogy valószínűleg ez volt a probléma, hogy ez nem tetszett neki, de most az a nagy igazság, hogy nem szokta csinálni, meg nem sűrűn, igazából. A stream előtte egyszer se csinálta. Tehát mindegy, valószínűleg, hogy a streammel együtt valószínűleg, hogy egy olyan memória, vagy egy olyan címkét indított el, ami nem tetszett neki. Úgyhogy elnézést kérek, de már vissza is tértünk teljes mértékben. És hogyha ez folyamatosan folytatódik, akkor nyilván vissza fogunk mindent állítani az alapszintűre, hogy semmilyen probléma, semmilyen megzavaró dolog ne történjen a streamben, úgyhogy ilyenből nem lesz probléma. Hey there, úgyhogy. I'm done. Cemetery ought to be real nice and quiet now. Ah, to sleep in my own bed once more. The clocks has grown intolerably loud. The punt has bellowed like men possessed. One madman especially, always shouting, ordering, ordering. But tell me, at the cemetery, what was it? Beasts, as you claimed? Nope, just a marital spat. That's it? But they hollered like Stuart polecats. Sorry to bother you with such a trifle. Here, for your trouble. Thanks. Kemény 5 tapasztalati pontot kaptunk. Na, megkeressük a házikóját, azt, amit mondott, hogy ott a Gwent lap. A csoda, micsoda Gwent lap. Viszont keresni kéne egy alkimistát is. Ami pedig itt van. Oda elmegyünk, itt van egy mellékküldetések. Mindegy. Először is elmegyünk ide az alkimistához. Meg akarom nézni, hogy ezeket a kék-zöld mutagénes dolgokat, ezeket hogy lehet csinálni, vagy mit lehet itt is ezzel végül is csinálni. This is Beauclair. Snow White, you with the exquisite. No, is it all front or not? It's all front. It's not all front. But you don't get it again, Hasbro. Nice tune. Yeah, that's what I was after. Oh. Whoa! A Witcher! A serious client at last! Tell me, what do you need? Honeysuckle? Ganesha petals? Nézzük csak, mit tud ajánlani. Ő nem tud nekem... Alkímia.
Ja, hogy tudok most már mutagént csinálni én is. Semmi izé, semmi egyéb extra óhaj, sóhaj. Hát szomorú. Hát nagyon szomorú vagyok, nem baj. Nincs ne, ja, mert ez izé, oh. Jó. Hibrid olaj. Nem sok minden van a boltjában, mondjuk úgy. Extra. Kék, zöld. Zöld, vörös. Csak színének változtatja meg. Akkor ezt félre néztük. Vízás farm. Drágán tudom eladni. Hát jó. Akkor ez egy úgymondván zsákutca volt, illetve meg kell majd nézni, hogy oda lent se iszonyú, és minden tudunk főzőcskézni, ugyebár a házunknál. Valószínűleg oda is visszamegyek, mert a házépítési részt azt nem tekintem befejezetnek, hiszen úgy írja a küldetésbe is, hogy nincs még befejezve. Úgyhogy még oda majd az kell mennünk. Kádár kapu. Would you squeeze my cluster? Jobb oldalt lesz ez a... Tree on the sign. Must be the house. Jós be a kertbe. Need to go around. Körbe kell menni, de jó. Medallion's humming. Something's not quite right. Jó, csak hogy kéne bejutni. Na majd itt. Keresd meg a rejtett lapokat. She said. And the Gwent cards, as promised. Megcsináltuk a küldetést. Oké. Tehát akkor másodlagos küldetés. Otthon, édes otthon. 36-os dőngő farkas.
Ők a harc. Nem érdekel minket egyelőre. Herceg hivatalnok felhívása, Luka hivatalnok mindenféle csavargót, kóparlomagot és oldalt keresett felhívást, nem lesz, hogy mit sem munkanak. Utána jön ennek a rejtélyes megbízásnak, borháborunk, Belgárd. 1155 mm-re van minden, úgyhogy... Úgyhogy ott van fönt északon. Gyors utazással útközben megnézzük a házunkat, hogy áll a felújítás, elvileg már megvan kész van teljes mértékben, de nem biztos, ami pedig itt található. Aztán pedig felmegyünk oda a küldetéshez, és látjuk, hogy mi is a helyzet vele. Lent van egy alkímiai cuccunk, de itt már múltkor is voltam, és nem láttam semmi őt, ami itt csak szét lehet szedni a dolgokat. Ez nem érdekel minket. Azzal elég jól állunk. Viszont itt van egy... Renovations coming along all right. I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. You must forgive me my temerity, sir, but I thought with all the work on Corfo Bianco completed and with the estate looking more beautiful than ever, it might be appropriate to commemorate the moment. Persze, ünnepeljük csak sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've course to open it today. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahefkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil. What's the wine situation like here? Am I going to produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sapramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. A kutya mindenit. Küldetés frissítve, illetve küldetés teljesítve, otthon édes otthon. Már kitehetünk festményeket, meg egyéb ilyen dolgokat ide ki lehet pakolni a házba. Nincs olyan páncél, felszerelés, stb. 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 Trófánk sincs, semmi. Hát súlyán mondjuk elég jól állunk. Ezek a festékek, hát majd kipróbálunk egyet, hogy
hogy melyik init is tud. Valószínűleg beszínezhetjük vele a ruhánkat, bár... nem annyira látom túl nagy értelmét. Na szóval visszatérve a küldetésre, amit elkezdtünk csinálni, ugyebár az átveréses küldetéshez. Bocsánat a kis kitérőért. Legalább be lett fejezve ez a küldetés is, és rájöttem, hogy legalább nem kell pénzt adni így a többit. Tehát visszamegyünk ide a toborzó részhez. És jelentkezünk a feladatra. For four generations. That is how long my family has been producing wine. Producing plonk unfit to drink, you mean? Which is exactly why you should sell Belgat to me, not him. As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgar currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgar be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgar to either of you is out of the question. Well, Happy? This is your fault! Mine? You're deranged, woman! Hark! Good folk! Be it known, Matilda de Vermentino is a cursed, spiteful lunatic! Doesn't look cursed to me. Just really, really angry. Ticked her off quite a bit, you have. Truly? How would you know? A shrew tamer, are you? Igazából mindent tudok a nőkről. Hogyne? So no expert, I guess. But it doesn't take an expert to see when a woman's angry. Yeah, I suppose you speak the truth, brother. Wait, did you say witcher? Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard. Belgard. Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me until I settle my troubles at home, at Coronata. What kind of troubles we talking about? It's botched in more ways than one. The herbarium infested with monsters. My steward gone missing with an entire transport of wine. And someone's abducted my herbalist. Lot of bad luck for one little vineyard. If you ask me, it's that Matilda, her handiwork. A sugar sweet face, a temper sharp as horseradish. So will you help? Good look into it, but not for free. That goes without saying. What is your rate? 700 és 956 között választhatunk, úgyhogy megpróbáljuk a 845-öt. Esélytelen. I simply cannot afford that much. 786. Could you not reduce it? Még az se. Ez szomorú. Could you not reduce it a shave? Hagyjál nyit engedni, hát ez köszi. 7:30. That sounds fair. De szuper. Sure sounds like work for a witcher. Yeah, I'll help. I am really, truly grateful. Thank you. My vineyard lies east of here. You're sure to find it. Now forgive me. I must talk to that quill pusher. I might win him over yet. Na nézzük, mit ajánl föl nekünk. Psst! You're a witcher, yes? I heard you talking to that oafish ogre Liam. Disgusting man. The worst sort. First, seduces with a dashing gaze. The fair face. Then reveals a cold black heart. But that's all besides the point. I stopped you because I want to buy Belgat too. Alas, things are rotten at my own vineyard, Vermentino. Strange coincidence. No coincidence. I am certain Liam's thrown a stick in my spokes. Several sticks. My cooper and blacksmith both
have mysteriously vanished. Man-eating plants have sprouted on my paths, and strange things are afoot on Pheasant Hill. Ah, the list goes on, but the crux is one. I must solve my problems at Vermentino if I'm to stand any chance of acquiring Belgard. Would you help me before you help Leon? I'm willing to pay more than he's offered you. Beszéljünk a jutalomról. Azt mondja, hogy többet fizet, mint én. 700. Mondjuk többet tud. I sense we're close. Very close. Ha. 977-re nemet mondott. 945-re. I sense we're close. Nem. Nézzük 900-ra. Fine. Hoppá, 900-ért megcsinálja. I can help. Please try. Wonderful. You've no idea how much that means to me. My vineyard lies due west. I shall stay here for a time. I must make certain Liam does not pull some stunt while my back is turned. Gotcha. Farewell. George Raven. Küldetés teljesítve. Koronata. És Vermentino. Na, hát úgy áll a dolog, hogy itt a szőlősben lévő problémákat kell megoldani. Amint látjátok, mindegyik egy-egy kérdőjelre utal, amint látom. És ezeket meg kell oldani. Ez nem olyan rossz, úgyhogy a nagyját egyet már megcsináltam belőle. Úgyhogy kellemest a hasznossal nézzük, hol van itt a legközelebbi. Hát talán a saját szőlősünkből elindulunk afelé, a szőlős felé. Valószínűleg, hogy valami szörnyet kell majd megölnünk. Let's go! Úgyhogy már egy küldetések kérdőjelre utalnak, de jó. Ezért szoktam általánosságból kérdőjeleket is megcsinálni, illetve kérdőjeleket elkezdeni a dolgot. Mert mindazonáltal, hogy így, ahogy látjátok, segít is a mellékküldetésben, mindazonáltal, hogy bár XP-t is ad, plusz még esetleg egy-két ilyen extra dolgot is találhatunk. Úgyhogy tényleg kellemes a hasznosak. Jó, itt is vagyunk. Ahogy látom, kellemes kis társaság. A letter and a key in a place like this, well, it'd be interesting. Úgy néz ki, hogy valaki megfertőzte Vermont. Apparently someone sabotaging operations at Vermentino, but the letter doesn't say who. Csak egy C betű. Need to keep looking. Tehát úgy néz ki, hogy a csaj az ártatlan még idáig. Úgyhogy jó, hogy neki segítünk.
következő pont egy kicsit messze van már, az ott van. Hát viszont lóháton meg kell tennünk ezt az utat. Miért jelöltem be, hiszen a térkép, vagy a küldetési sor visz mindegy. Új jelző. Na tessék. Hát igen, ezért jó, hogyha az ember az úton megy. Mert jelzőket megtalálja, és későbbiek folyamán többször tud majd A-ból B-be jutni. Egyébben. Na hát az előbb erre vitt. Elhagyott település. Aha. Kicsit érdekes lesz, ott volt még egy ilyen ellenség, de nem baj, mindegy. Betudjuk a játék hibáját. Nagyon tetszik ez a színkeverés a játékban, hogy átalakították, hogy annyira tényleg világos lett ez az egész borvidékes dolog. Keresünk szabotásra utaló nyomokat, nem tudjuk, szoktuk keresni. Recept, bíbor páncél festék. The book of lust is hard and guilty. No one can grip the damn thing. Levél a szeretőhöz. Hát jó, itt úgy néz ki, hogy csak ennyi volt. Úgyhogy... itt van fönt még kettő. Ott egy... barlang. Jó. Annyira nem, de... még mindig lóra ülünk. Nincs itt a közelben semmi olyan, amivel gyors utazást tudnánk megtenni.
elhagyott település, ott van már a két dög. Akik már neki jönnek, is indultak a támadásomnak. Köszi. Na, ezt is már kitakarítottuk, ezt az elhagyott települést. Mindjárt körülnézem, hogy milyen... Milyen nyomot találunk itt? Hát, ha találunk valamit, de ideig úgy néz ki, hogy tényleg szabotálták a nőnek a borpincé, vagy borászatát. Úgyhogy... meglátjuk. Gyógyítunk egyet. I'll finally be able to drink in peace, and I'll drink to your health, Witcher. Na nézzük a szabotálásra, tanuljeleket kéne keresnünk. Augustin Coppertől egy levél. Hát, ez még ideig nem túl nagy indok magunkra. Na mindegy. Meglessük. Igen, ahogy mondtam, ez a testedzés keszegmódra. Nyomja a fekvő támaszokat. Hurrá! Jó. Van egy rejtett kincs, egy szörny által őrzött kincs. Szóval nézem, hogy... volt egy utról. Úgy néz ki, hogy lehet vele beszélgetni is. Vagy nem. De nem, nekem nincs baj a trollokkal. Emlékeztek rá, az első végigjátszásomnak voltam itt tennél a trollnál, ez is egy kérdőjel. Akkor mondtam is, hogy a játék kicsit érdekesen csináltam meg, már akkor még felkiáltójeles volt, hogy... hogy bár nem tudtunk, vagy nem tudtunk vele szembeszállni igazából. Mert hogy piros volt, hogy bár nekem támadt, és én nem bírtam annyira. Harcba szállni vele, meg is ölt. Viszont azóta csak két szintet léptünk, és egyszerűen héten sokkal, de sokkal többet tudunk rá
ütni, pedig igazából ugyanaz az eszközeink vannak a dologra, meg minden más is ugyanaz szinte. Nem akarnak megölni. Igazándiból. Ha lehetne vele beszélgetni, akkor főleg, nem? De ugye ez kő nem lehet. Vagy nem hagy nekünk esélyt a dologra. Úgyhogy megöltük. Bár ideig troll barát voltam mindig is. Hát, mindegy. Rony darab írással. Saját véremben az van ismert. Mesél. Kavallégyenek már azok. Tehát nem volt ő rossz végül is, de megöltük mindegy. Nem feltétlenül igaz, az, hogy nem volt rossz, de egy lényegtelen. Új jelző, segítségre szoruló ember, emberek. Na. Bandita. My life, unknown knight. How unknown are you knight. Dubbed Geralt. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. Sir Geralt. Scully Wax thought to demolish our herb garden, you see. I thought I shall take a hum, scare the rabble off, but to my great chagrin, there were too many and I failed. Ah, there's no use crying over spilt wine. Come with me to Vormentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. No. Rendben, gyerünk. Persze. Fine. Lead the way. Is there some way I might help you? Potash mit van. All right. What do you have? This is milyen búzsúlyok vannak itt. Istenem, nem baj, legalább tudjuk eladni a cuccainkat. Ezek meg ugyanazok, amik általában szoktak lenni mindenhol. Viszont spáncéljavító készlet. Csak páncéljavító készlet, az páncéljavító készlet, mindegy. Megjavítjuk a ruháinkat. És hogy ennyi. Thanks. Aha, és akkor itt jön az a rész, hogy koronite gondjain a felderítés nélkül hajt, hogy ott érde megszállszak. Előtt, hogy folytatni mutásra, ott meg Liam gondjai. Szerintem megoldjuk a másik szőlősnek a gondjait is. Meglessük azoknak a problémáját. Úgyis az itt van. Ez az legalább a kérdőjeleket felderítem egy kicsit. Na.
ló. Megnézzük, de ideig úgy néz ki, hogy... Ja, ez az emberke volt. Koronáta. Meg akartam nézni, ott volt egy... Run, Roach. Küldet, kis küldetés részre, nem is tudom. De itt már voltam, és itt nem tudtam semmit csinálni ezeknél. Felnőni a feladathoz. Aha, ezt kidöntöttek a srácok. Egy nappal később. Mi van? Nem lehet követni ezt a küldetésrészt. Furcsa. Küldetés teljesítve. Akkor valamit lehet, hogy jól csináltam, bár nem biztos, hogy ez így jó lett volna. Ez nem derül ki most még így. Na, nem baj. Kiderítjük, hogy mi a helyzet. Ezzel a szűrőssel. Á, ez azért jóval szebbet néz ki, mint a másik. Tehát végül is itt vannak szörnyfészkek, még a másiknál nem voltak, tehát igazából ez arra utal, hogy nyilván akkor innen terjesztették őket el a másik helyre, úgyhogy beigazolódni vélik a gyanúm, miszerint a srác volt a lugas a dologba. Na de úgyis ez kiderül, ki fog derülni. Megyünk erre, utána szépen sorba. Melyiket néztük ki? Ezt a legalsót. Mondjuk. That's it, Roach. Mindegy, hogy melyiket csináljuk. Ez most... Ez most nem tudom melyiket mutatja, az is foglalkozunk vele, mert abban inkább nem tudom megyünk. Ez a rész azért sokkal szebb állapotban van, mint a nőnek a tanyája. Vagy hát az az összevisszaság, mert igazából azért elég nagy fölnye volt annak, viszont
ide is úgy nézem, hogy akkor vissza fognak térni az emberkék. Látom, nincsen semmiféle esély arra, hogy találjak leveleket, vagy ilyen nyomokat úgymondván találjak. Hogy nézzük ezt a kérdőját, ami itt van. Megjött keszeg is. Úgyhogy megyünk tovább. Van itt a rejtett kincs. Segítettünk az élettöltésre. Befejezett ilyen jelentés. Nyolc nap alatt a föld körül. Tóba zuhant társzekrényt kell megkeresnünk. Ezek a kis rejtett helyes küldetések, ezek tényleg azért jó megcsinálni, míg itt van az ember, mert tényleg csak ilyen pár méterre kell elmenni ahhoz, hogy kinyissunk. Tehát alapjaiba véve tényleg ilyen maximum 100 méter. Az, amit meg 100 lépés, amit meg kell tennünk. Vágtuk. Nagy totálba. Full HD-ba. Eddig csak a lábai jöttek le. Jó van, mindegy. Kaptunk valami 60 ló pánik szintje. Hát ez lehet egy kicsit jobban néz ki talán. És itt is van a doboz. Kulcsát ki tudtuk nyitni, van benne egy csomó pénz, csirkemájpástétom, precíziós lövedék. Jó, jó. Visszaállunk a szőlőbirtok gondjaira. Oké. Most jön az a rész, hogy ez, utána valószínűleg így megyünk körbe egyet így, utána jövünk vissza erre. Go.
itself didn't kill him. Bled to death afterwards. What have we got here? No chance this letter wound up here by accident. Bejelentett volna. Tehát igazából úgy néz ki, hogy hát nem tudom. Mindkettőn ilyen. This note plus what I found earlier. Some poor party's causing problems at the vineyards. Need to find the spot the letter mentions. But I'll find something mighty interesting behind whatever door this key opens. De még... ez érdekes. Nem... volt egy... tehát itt ez... Szóval itt... megoldjuk először a szőlősnek a problémáit, utána elmegyünk ezt a borháborúknak az ex... vagy mégse. Ismét kidobott a Witcher Wild Hunt. Nagyon örülök neki. Nem baj, visszalépünk. Csak azért is. Kötözködik. Nem akarja az igazságot. Nem baj. Én meg nem hagyom magam. Szóval addig elmondom, hogy hogy áll a történet, hogy már elkezdtük csinálni mindkét bornak a tisztítás feladatot, és úgy néz ki, hogy mindkettő megfertőzte a másikat, de hogy ki volt a végleges, az nem derült még mindig ki. Úgyhogy elsősorban valószínűleg megcsináljuk a másik borászat kitisztítását, még két kérdőjelet kell kitisztítani, és utána pedig... elmegyünk megnézni, hogy akkor végül is ki volt az, aki csinálta ezt az egészet, és utána pedig megnézzük, hogy akkor kinek az oldalára is fogunk állni. Úgyhogy... Interesting. This note plus what I found earlier. Some third party is causing problems at the vineyards. Need to find the spot the letter mentions. Tehát lehet, hogy harmadik fél volt az, aki izé. Harmadik fél okozta ezt a problémát. Először is megoldjuk még az összes többi gondot. Ami úgy kezdődik, hogy... kérdője. Banditák tábora. Jó. Egy ijászok legelésével kell kezdeni. Arra legdíjítjétek. A probléma az, hogy mindegyiknél van így. És általánosságban szeretik is használni őket. Nem baj, elbánunk. Ezt vég ki. Hát ezt már nem tudta kivédeni. Ez milyen jó, hogy még mindig írja ki. Hogy milyen sebzést okoztam meg. Hát, szép.
bandita el nem küldött levele. Öcsi, rövid leszel. Hát jó. Oké. Szóval... itt is van. Ott is van. Mindenhol van kérdőjel. Sok a kérdője, sok a fel nem derített helyszín. Nem baj, megyünk, itt vagyunk. Felnőni a feladathoz negyedik csoport. Derítsd fel a munkások táborát. Az vér. Blood. Lots of it. Ruha. Ruha. Meggyűjtöttük. Ruha. Kikimors. Kövesd a Kikimoró. Kikimor. Ott van valami szörnyikig, de jó! Meggyújtottam. Kikimó harcos. Incinerate these to ash. Well, megcsináltam. So, missing workers. This is what became of them. Na most miért megyünk oda? Ez szomorú. Tehát úgy néz ki, hogy ha ezeket a munkásokat megmentjük, akkor így bár felépül az a szobor. Bandita. Na, gyere ide! Tiszta kedves volt. Ló. Nullás szintű ló. Megnyugtattuk. Jogi. Jó. Megnyugtattuk. Ilyen szép arany sipkája van a lovunknak. Ez egy rácsos valamivel kicsit brutálisan néz ki. Mindegy. Köszi. Hát... jó helyre jöttünk le. Oda terveztük, hogy megyünk. Szóval másodlagos küldetések közül is a borháborúknál tartottunk koronátánál. Ezek már kicsit erősebbek. Ó, kutyával együtt. Ó, jaj. És én meg rossz jelet használtam. Not good.
Mitől robbant be? Hát, kicsit berobbant a kutya. Mondhatni, kicsit érdekesen nézett ki. Kedves. Emlékezteti az embert, hogy ők is csak úgy van, emberek hóra hátnek. Vagy az Sir Austin Powers-be is. Nem tudom, hogy mennyire, ki mennyire emlékszik rá, amikor a főgonosz, vagy a gonosznak az egyik emberkéjét megölte, és akkor ez jött ez a bevágás, hogy szóltak neki, hogy szóltak a családjának, hogy hát hogy elhunyt. Igen, tehát... De jó lett új útjelző. Az sose rossz. Ez is banditák távolnak. Haltak. Nem koptatom rájuk a kardomat. Nincs ez a probléma. Mi az? Haramja naplója. Na jó. Akkor hát megnézzük ezt a pontot is. Viszont ide már pihenünk egy órácskát. Föltöltjük a fecskét. A fecske. Hopp, mindjárt szintlépés. De jó. Delaney's residence. Gotta find a way inside. Ah, macska iskola. Úgy néz ki, hogy is van egy már egy Witcher iskolai rúgat. Hát, körülnézünk. Ugrani. Majd itt. Volt, nem? Azoknak a sokintása azért rendesen sebez. Mondjuk úgy. Aha, valahogy valamiért berobbant valami most is. Mondjuk ez sose rossz. Simply cannot. Oh, Lebioda's wounds. Calm down. It's over. I thank you, sir. And you must forgive me my momentary loss of composure. Are you in need of accoutrements, monsieur? Hmm.
looking for scrolls, manuscripts, bearing diagrams of Witcher gear specifically. Any chance you've happened on any? I've not yet managed to inventory the sundries. I arrived just a short while ago. The bandits arrived with their terror. But you may ferret about if you so wish. Persze. What do you have that you're willing to sell? Hát nincs. Hát ez... festékek keverésére. Nézd, mit csinált. You its owner? More its temporary steward. By order of the Treasury Minister, I am to serve as caretaker of Count Deloni's properties and estates. The Count is missing. Yet, no one at the palace warned me. Vilafid, that is the lair of bandits. That is to say, it was, but is no more. Thanks to your heroism, Monsieur Witcher. Hát jó. Ezzel nem sok minden tettünk előré. Hát nyilván, hogyha már itt vagyunk, akkor megnézzük itt a birtokot. Mi a helyzet? Nagyon sok birtok kulcsa is megvan. Hát úgy néz ki, hogy ez a kulcs, vagy nem ez a kulcs. Nagymesteri maska, macska páncél. Another tale of a life compromised and ultimately claimed by greed and ambition. Okay. Tehát a macskának a többi része az elbújt kicsit, másfele lesz, nem baj. Jó. Na, miért nem ásztál fel? Kötél, drót. Bár így se sokkal több minden van. Na nem baj. Nyitottuk a kulcssal, akkor... hogy ez ott van. Na, azt majd később, egyelőre még nem. Egyelőre még tisztítjuk a szőlőst. Illetve próbálkozunk vele most már tényleg. Segítségre szoruló személyek. Én itt már voltam egyszer, vagy csak nem, csak hasonló volt. Thank you.
ventured north in search of herbs for a new flavored wine. When suddenly... Calm down. It's over. The Bang Diddlers kidnapped me. In hopes of collecting a ransom, I'm sure. But with Master Liam's troubles, he never could have paid them. Ah, but I'm free and safe, thanks to you. Should you need any herbs, I've a hearty stock at the Coronata. Will you walk me there? Ah, no. Need to look around here some more, but I'll be sure to stop by if I'm ever in the area. I shall be waiting. Például egy kis nyom. Hát jó. Oho. Ez ügyes volt. Na majd most. Sikerült. Új ez. Na megnézzük azt ott a szintőjelet. Utána ott van még egy pontja. És aztán elvileg megcsináltuk a Coronatának is a tanyáját. Tanyáját, birtok tisztítgatását. Utána elmegyünk, megnézzük, hogy akkor őrzött kincs mi őrzi. Bárdusz. Néz ki, hogy elkopnak a fegyvereink. Vajon miért? Csak ilyen kis fegyverjavítom van. Vagy kicsi, pont hogy nagy. Mindegy. Megjavítottuk. Festék, higany oldal. Parancsok Kelvinnek. Ez tőle. Hát... Végül is, ha visszamegyek oda, lehet, hogy ott lesz az őr. Egy pont. Egy útjelző, reménykedünk benne. Mindegy. A keseg mindenhová elvezet. Szörnyfészek. Hát megnézzük, milyen szörny lakik itt. Lakik. Köszi.
gyere le. Na, miért nem jössz le? Szép csillogó valami. Az a baj, nem tudom felmenni ez az ország. Vagyis az... Nem tudom felmenni ez az ország. Nem tudok fölmenni, ez se. Nagymesteri macska, akkor... Nem ide vitt a... Oda vitt a macska. Na mindegy. Nem vagyok több Évicser. To drop it all and ride off into the sunset. This one decided to act on the urge. Costs be damned. Diagrams have a sad history. But I'll make good use of them. Hát oké. Okay. Na, itt meg felugrott. Tiszta bunkó. Na mindegy. Itt még nem ugrik fel. Na, nyomtam neki. Na nézzük az utolsó birtokot. Itt volt valami főút. Aha, jó, elmegyek. Kijövünk a főútra. Abandoned, but a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. Should look around still. Mit látjátok? Csak az ember, hogyha... Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot, though. Levegőből csapott föl, csapott le. Aerial attack, must have been. Blood. Of the fresh variety. Monster attack was recent. Scale. Colors unusual. Silver? Never seen one like this. Okay. Blood. Of the fresh variety. Monster attack was recent. Man. Bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile, too, judging by what ripped his throat open. Draconid. Gotta be. Maybe a basilisk? Except these prints don't belong to any variety I know. Just a little different. Says Great White Terror on the contract. Could be the same damn beast as in the notice, though. Area's dangerous. I'd say there's a basilisk nesting around here. He'd be wise to remain at some distance.
Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. Look after it? It's not exactly a pet. Beasts murdering folk who come through here. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. You post those warnings? Indeed. To prevent anyone from coming to any Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today I learned two traders had chosen this route despite the signs. I came as quick as I could to warn them. Too late, alas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, see? Before the beech forests were felled. Mean to suggest a direct correlation between beechwood forest density and basilisk populations? Indirect, I prefer to contend. Beechwood forests are the chief habitat of roe deer, you see. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew scarce, basilisks made humans their staple food. Enter the Witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had two. But Yocast's mate passed on, alas. Yocast? Should she not have a name? My father dubbed her in honor of my dear departed mother. Yocast was brooding then. Two eggs. That she cast from her nest, alas, when the male perished. The victim's family's compensation? Why? These lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy. Provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for the loss from my own coffers. Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast? Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. This unfortunate merchant's family, to be duly indemnified as well. Where's the basilisk nesting? Any idea? Of course I've an idea. But you don't really expect me to tell you. Those are not toy swords. I know your intentions. Find it myself, then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned two merchants. So I might also look for the other corpse. Na hát úgy néz ki, közben elkezdtük ezt a szörnyvadászatos dolgot, viszont nem, ja, mondjuk körülni. Ez Witcher megbízások. Nem biztos, hogy Witcher megbízás, nem kaptam még meg. Busted barrels. Content spilled all over. Must have been tannin in there, used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in, drawn her to the caravan. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. It is so indeed. Wound from a sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got two scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all?
your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Well, who knows what would happen? I see unforeseeable consequences. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Sent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Ennyi, eddig vezetett ez a szagnyom. Nem vitte túlzásba. Dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Blood stains. Clear as day. Sense perceptible again. Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. És most? Basilisk screech. Human voices. Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny, about to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? I'm a witcher. Know your brethren in arms. Bohold, Kenneton Desperate, new boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Bohold mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild, we'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it and reward you doubly to leave the beast be.
You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing. That's rather novel. What say you to that, Master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. Yo, rendesek lettünk. You're defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed. And the word once given. Your share, Witcher. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Godspeed, boys. You spared your cast. I thank you. And be assured, I'll take great care. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the reefers would surely have slain my Jocast. Elfogadjuk, persze, hát pénzből élünk. Még plusz 45 tapasztalat, de jó. Jocast 50 korona. Has flown her nest. Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one. But something might come of it. Who knows? Your cast could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Jó van, mindegy. Kedvesek voltunk és aranyosak. Nem meg jó fejek. Oké. Tehát még azt a pontot megcsináljuk, még annyi időm van, még mielőtt elbúcsúzok, hogy még ezt az ötödik szőlőbirtokos problémát megoldjuk. És utána a mai napra való dolog, a mai napra való játék az valószínűsíthető, hogy ennyi volt. Mindegy, mindenféleképpen meg ezt megcsináljuk, aztán utána meg majd folytatni fogjuk holnap. Meglátjuk. Miért nem lehet beszélgetni velük? Beszélgetni akarok a trollokkal. Egyik a másikat kiütötte, tiszta kedves volt.
egy alapból sebzem, ilyen 450-et. Hát jó. Oké. Semmi sem fizetett meg. Fú. Pénznek nincs szaga. Jó. Kincsvadász küldetés. Tehát megcsináltuk a borháborúk koronátát, illetve megcsináltuk a borháború Vermentino küldetését. Holnap megcsináljuk ezt. Én ezt be is jelölöm. Ugyebár ez az, amitől amitől már azt várok, hogy na akkor mi is történt velük pontosan. Ezt a küldetést, ehhez megint eléggé, eléggé le kell mennünk a térkép legesleges legaljára. Ezt holnap fogjuk megcsinálni. Úgyhogy a mai napra ennyi volt a Witcher 3. Én köszönöm szépen a figyelmet. Sajnálom a technikai problémákat, valószínűleg dolgozni fogok az egészen, megpróbálom beállítani, átállítani a dolgokat, hogy na akkor hogy is legyen, meg mint legyen. Úgyhogy megpróbálok ezen dolgozni, aztán holnap jelentkezem újra, holnap jön egy újabb élő stream. Angol idő szerint én délután 1 óra, 2 óra fele, magyar idő szerint 2-3 fele. Valószínűleg csinálni fogok egy emlékeztetőt, illetve egy ilyen ütemezőt, hogy na akkor pontosan mikor is fogom kezdeni. Úgyhogy én megköszönöm a mai napra való figyelmet. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor nyomjatok nyugodtan egy dislike-ot. Feliratkozás nyugodtan érvényes, nyugodtan iratkozzatok fel. Kérdésetek van, nyugodtan írjatok, illetve hogy mivel szeretnétek, hogy játszak, nem muszáj vicsereznem, nyugodtan mondhattok egy kicsit pörgősebb, dinamikus játékot, vagy esetleg, hogyha multit szeretnétek látni tőlem, akkor azt is tudok játszani. Úgyhogy írjatok nyugodtan, köszönöm szépen a figyelmet és további jó éjszakát, sziasztok!